javában tombol a koronavírus járvány második hulláma. Újabb rendeletek láttak napvilágot, amelyeknek a betartása óriási kihívás elé állít mindannyiunkat. Ismét útra keltünk, ám ezúttal kávézó és étterem tulajdonosokat kérdeztünk arról, hogy hogyan próbálnak alkalmazkodni a kialakult helyzethez, és hogyan vélekednek a legújabb rendeletekről. Mindenképpen negatívan érintett a megszorítások, amiket most elrendeltek. Terasszal működhetünk, illetve elviteles kávékat adhatunk ki. Igény lett volna ugye a belső résznek a működésére is, de hál' Istennek időjárás egy picit segített minket, és itt tudtunk működni ezzel a teraszos megoldással is. A kávézás ugye egy társasági esemény, erről ugye az embereknek le kellett mondani ebben az időszakban. Milyen visszajelzéseket kaptál? Mennyire hiányzik ez az embereknek? Hiányzik természetesen az embereknek, de viszont mondhatom azt, hogy a vevőkörünk nagyon kedvesek, illetve hát nagyon támogatnak minket azzal, hogy ezek a nem pont megfelelő feltételek ellenére is jöttek hozzánk. A teraszunkon ugye elfogyasztották a kedvenc kávéjukat. Mindenképpen befolyásolta a forgalmunkat, mindenképpen negatívan befolyásolta, de viszont picit ez erőt adott nekünk is, hogy ezt átvészeljük. Szombattól ugye újabb szigorítások lépnek érvénybe. Ez hogyan fog érinteni téged? Hogyan látod a jövőt? Nagy valószínűséggel zárunk, illetve hát megvárjuk még azt, hogy esetleg valami fajta módosítás nem-e következik a tegnapi bejelentés után, és utána aztán mérlegelünk és eldöntjük, hogy most zárása, teljes zárása legyen, vagy megpróbáljuk ezt a csak elviteles módon kiadni majd a kávét, illetve hát a megrendelt szendvicseket. Meddig tudod üzemeltetni a Vespresso kávézót ilyen körülmények mellett? Hát az utóbbi időszak ez mindenképpen arról szólt, hogy túléljünk, úgyhogy próbáltam rezerválni arra az esetre, hogy ha újabb megszorítások jönnek. Ezt így nem igazán tudom megmondani, hogy ez meddig tartható ez az állapot. Hát megpróbáljuk minél tovább, nem adjuk magunkat azért olyan könnyen. Tavaszi intézkedések teljesen padlóra tettek minket. Nyár egy kicsit visszahozott, de nullára tulajdonképpen. Ezek az új intézkedések, a ősziek, hát megmondom őszintén, be is csuktunk. Nagyon elkeseredtünk, de a család, a barátok, a kollégák összefogtunk, és úgy döntöttünk, hogy amíg ez lezajlik, kis átépítéssel, újításokkal, stb. Fogjuk a kedves vendégeket újra fogadni. Gazdaságilag mennyire volt megterhelő számotokra ez a második hullám? Padlón voltunk, nullán. A tavaszi megtakarításokat teljesen föléltük, és ezért is döntöttünk úgy, hogy becsukunk. Legalább az a kis spórolás, ugyanis igen, engedélyezték a kivitelt ételkiadásokat, de a költségeket nem fedezték volna. Tehát csak minimális bevételre tettetek volna szert, és úgy érezted, hogy felesleges? Pontosan, felesleges lett volna nyitva tartanunk. Megmondom őszintén, teljesen be akartunk csukni, de a vendégek, a kollégák, meg a család javaslatára inkább azt mondtuk, hogy megpróbálunk egy újítást eszközölni. Mielőtt a bezárás mellett döntöttetek, mennyire volt igény erre a fajta kiszolgálásra, ugye, hogy a teraszon lehetett elfogyasztani az ebédet? Lett volna rá igény, bár most a hideg idő, hiába is tettem ki a melegítőt, egyszerűen nem tudtam volna fölmelegíteni. Úgyhogy a terasz semmi. Hogyan látod a jövőt? Optimistán, megmondom őszintén, mert nem tehetek mást. Mi ebből élünk, ezt is szeretnénk csinálni, továbbra is. És szerintem, ahogy eddig is, ezután is lesz majd igény. Helyzetet, ahogy lehetett. Tehát nyáron, amikor az előző lezárás volt tavasszal, ugye vége felé, aztán megengedték, hogy az asztalok 2 méteres távolság, egy asztalnál 2 ember ülhet. Nagy nyári terasz az elsősorban
a termál vendégeknek szólt, tehát rengeteg cseh és észak-szlovákiai turista van itt ilyenkor. Ebből él lényegében szerintem Nagymegyernek körülbelül 40-50%-a. Ezeket a dolgokat be is tartottuk. Aztán amikor később rendeletet teljesen volt egy időszak, ugye ez a 9 hét, amikor teljesen olyan volt, amilyen, hát akkor kihordás, de étel kiszállítás, de ez nálunk igazán nem jellemző. Mink nem igen üzemi konyházunk, minimálisat hordunk ki, tehát nem ez a fő tevékenységünk. Abból úgy, ahogy tengődtünk, természetesen nagy mínuszokba futottunk, mert arról ne beszéljünk, hogy egy hely, ahol minimálisan egy 8 embert el kell tartani, a hivatalos elvezetések, objektumok fenntartása, tehát víz, villany, gáz, telefon, üzemanyag, ez annyit elvisz, hogy vastagon mínusz számokba szaladtunk. Most nyáron ezt szinte majdnem kiegyenlítettük, de most, hogy jött ez a, úgymondott ez a második csapás, én azért úgy gondolom, hogy itt más lehetőség nem lesz, csak a jó szándékába bízni a hivataloknak, hogy nem készítenek ki. Mert biztos, hogy még nagyobb mínuszokba fogunk futni, csak míg tavaly a nyári szezonba futottunk bele a zárás után, most még megyünk a nagy semmibe bele december, január, februárban. Így a második hullám beköszöntével mekkora gazdasági mínusszal kell számolnia? Általában bárkit megkérdez ebben a szakmában, mindenki hazudik. Tehát senki nem mondja meg az igazat, de nem probléma azt megmondani, hogy egy olyan 40-50%-os veszteség volt eddig, és ez ami most van, és ami most lesz, annak a következményeit még el se tudjuk képzelni. Én szerintem biztos ilyen 5-10%-os teljesítés lesz, tehát egy hatalmas nagy mínusz lesz az egész. Ön szerint meddig fogják húzni ebben az időszakban? Milyen kilátások vannak? Hát a kilátástalanság, reménytelenség, és főleg az, hogy az állam, tehát a nagy tesó abszolút nem segít semmiben. Tehát hiába vannak ezek a dolgok, hogy lehet kérvényezni, annyi csapdája van, annyi minden van körülötte, hogy a lényege az, hogy nem segítenek. Tehát ezt ki lehet mondani, hogy nem segítenek három felkiáltó jellel. Szombattól ugye újabb rendeletek lépnek érvénybe. Önök erre hogyan reagálnak? Tudnak egyáltalán? Emberi szervezetet tudok példának felhozni, hogyha behatás van egy emberi szervezetre, akkor reagál addig, amíg életképes. Tehát amikor ez az életképesség elfogy, aztán már nincs már reagálás se. Tehát körülbelül ezen a síkon mozog a mi vállalkozásunk, és én azt hiszem, hogy akik valamilyen módon máshogy összeszedték a pénzüket, mert ebből a fajta tevékenységből nagyon kevés embernek adatik meg az, hogy nagyon sok pénzt tudjon összeszedni. Ez is, amit itt látnak, ezek mind az első két évtizednek a munkája. Emberek mindig abban reménykednek, hogy ez egy fantasztikus jó szakma. Egyre több nyit ki még mindig, még most is ez a generálás van, ami végül is egy végső csapdához vezet, tehát egy nagy összeomlás fog következni. Önök szombattól zárva tartanak? Igen, így van. Zsolti, hogyan befolyásolja a kávézód életét ez a járvány? Nagyon érdekes időket élünk meg. Bent 300 négyzetméter gyönyörű kávézó, kifűtött hely, és az emberek a hidegre, a teraszra szorulnak ki. Ezt látjuk itt, hogy készült ilyen kis terasz, ami talán megmenti majd a szituációt, mivel azért eléggé ide szoktak az emberek. Mi a tapasztalatotok most ebben az időszakban? Mennyire megy az elviteles kávé, vagy mennyien választják inkább a teraszos megoldást? Az emberek azért el is fogyasszák itt a kávét, de ami talán legrosszabb, hogy rengeteg rendezvénytől estünk vissza. Ez sajnos nagy veszteség. Van-e bármiféle többletköltséged neked ez miatt a járvány miatt? Elsősorban abban volt szerencsém, hogy ez a sátor, ami itt található, és a fűtőtestek azok már meg voltak véve, de be kell vallanom, hogyha meg kéne venni ezt most jelenleg, akkor inkább becsuknánk. Mennyire viselt meg titeket gazdaságilag ez a helyzet? Teljesen őszinte leszek, ugye hát a bezárt hónapokat leszámítva, ami egy ilyen 30%-os kiesés az évi bevételből. Aztán jött egyébként egy nagyon jó időszak, ezt be kell vallani, szóval a mikroturizmusnak köszönhetően rengetegen látogatták a helyet, és főleg most Szlovákiára és Csehországra gondolok a turistákkal kapcsolatosan. És hát ami aztán úgy beindult volna, és ténylegesen érdemleges lett volna ez az őszi szezon, és sajnos ettől pottyantunk, ami nagyon, nagyon rossz, mivel azt se tudjuk, hogy mit tervezhetünk. A kávézás azért társasági esemény is. Hogy látod, az emberek mennyire vannak kiéhezve erre?
az élethez a relax is hozzátartozik, és a sok negatív információnak az a hátránya, hogy az emberek tényleg próbálják valahol kibeszélni magukat, és erről folynak itt a témák is. Ahogy érzékelem, az embereknél nagyon nő a feszültség, ezt el kell ismerni, hogy a bizonytalanság talán ez egy legrosszabb tényezője, mert ha rossz hír is volna, azt tudjuk, hogy meddig tart, vagy ez történt, és ezért is örülünk, hogy az emberek azért eljönnek vidámkodni ide, és egy kicsit próbálják enyhíteni a nehéz napokat egy kis pohár borral is talán. Hogyan értékeled az elmúlt időszakot? Hát én azt hiszem, hogy picit nehezebb a működésünk, kevesebb azok emberek, akik járnak munkában vagy dolgozni. A pandémia alatt hát meg vagyunk mink is kötve, úgyhogy muszáj csomagolnunk ezeket az ételeket, de azért így, hogy lassan visszaszoknak. Mi a véleményed a mostani intézkedésekről? Nagyon gyakran változnak, ugye egyik napról a másikra, ugye nagyon nehéz velük lépést tartani. De azért így emberek azért próbálják respektálni, és igyekszünk úgy, hogy a körülményekhez képest, hogy viszonylag rendbe adjuk ki a ételeket. Volt-e eddig ételkihordás, vagy a koronavírus járványnak köszönhetően intéztetek-e? Nem, nincsen ételkihordásunk a mai napig sem, mert őszintén megmondom, lehet, hogy az a rizikó van benne, hogy mikor vége lesz ennek egésznek, hogy ezt nem fogjuk győzni tovább kínálatba hadni, és akkor emberek, akkor viszont vissza fog kellene mondanom ezt a ételkihordást, úgyhogy ennyire nem oldjuk. Mi okozza neked a legnagyobb kihívást ezekben az időkben? Nekem a legnagyobb gondom, azt őszintén megmondom, hogy ezt a personát valahogy megtartani, akikkel dolgoztunk, mert most elküldöm embereket, ez nagyon nagy probléma lesz, mikor ki fogunk nyithatni, hogy újból personált és olyan megfelelő embereket találjunk, akikkel ezt el tudjuk indítani. Gazdaságilag neked mennyi mínuszt okozott ez az elmúlt időszak? Gazdaságilag talán nem is mondanám, hogy ilyen mínusz, inkább próbálunk azokat a havi kiadásokat valahogy törleszteni abból a menükből, amik megmaradtak. De mondom, a legnagyobb gond az lesz, hogy a mínusz az, hogy muszáj pluszba is personált hadnom, vagy foglalkoztatnom, ha nincs is rá szükség, csak azért, hogy megtartsam a personálom addigra, mire nyitom.